Na, sziasztok! Ma egy demóval fogunk játszani, ezt láttam az interneten, ezt a játékot. Két kedvencemet, a Factory játékokat, és a Tower Defense játékokat vonja össze. Nem tudom még, hogy hogy áll a játék, tehát hogy így komolyabb híreim nincsenek róla. De azt tudom, hogy elvileg novemberben akarják a játékot kiadni Steamen. Jelenleg csak a demóval lehet játszani, de úgy tudom, hogy ez is eléggé komolyan össze van rakva. Na nézzük! Jó, nézzük meg a tutót! Hát, ha van benne valami érdekes nekünk. Szóval, ja, igen, oké, köszönjük. Nagyjából tudom, hogy hogy működik a játék, úgyhogy... Oké, WASD. Ja, igen, és így forgatunk, tehát, hogy a... Úgy van, görgőt megnyomod, plup-plup, plup-plup. Szét megnyomod, visszaáll alapértelmezetbenre. És akkor az X, meg az Y gombokkal tudod akár forgatni, vagy úgy, hogy a görgőt megnyomod és körbe forgatod, WASD-vel pedig lehet mozogni. Nagyon jó. Oké, next. Legyen Wood. Click a tree. Oké, akkor pluk, 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 pluk. Next. Építsünk egy woodchoppert. Jó. Itt vannak a különböző épületek. Ez maga a futószalag. Ezzel több futószalagot tudsz egybe kombinálni. Ezzel ezek szerint egy futószalagot több részre osztani. Ez a favágó, kőfejtő. Ez a fűrészüzem, ez gondolom ez a kővágó, vagy nem tudom minek hívják, és a bonfire, ezeket majd minden valószínűleg a játék is bemutatja. Jó, akkor először is ezt kell leraknunk. Itt úgy tudom, ha nem tévedek, és nem mondok nagy hülyeséget, mit tudok rotételni? Hello! Próbáljuk meg minél több fátba, mert gondolom, minél több fát ér el, annál több. Oké. Okay. Tehát, hogy minél több fát ér el, annál többet tud termelni, vagy annál tovább tud termelni esetlegesen. Not enough resources! Hát hello! Ott a fa! Vedd ki onnan! Hogy ennyi kárat. De most szórakozol. Ja, jó. Ott a fa a futószalagon, gyerekek, tehát hogy jól lenne működni. Oké? Okay. Ez? Kész! Jó, hát ide kellett volna építeni mellé, és akkor lett volna elég vánk. Na, mindegy. Automate to get stone. Na, és akkor itt lesz a legjobb, mert akkor tudunk csinálni egy olyat, hogy ide rakunk egy kőfejtőt. Így. Mondjuk rakjuk ide. Itt az eléri mind a kettőt. Legyen így. Így biztonságosabban eléri mind a kettőt. Mi kell hozzá? Kell hogy az édesanyjuk előtt. Hogy elkövet. Igen, ennek az ütögetése egy kicsit többet telik. A szemet kellett. Jó, hogy az előbb írta ki, hogy mennyi kell, azt elfelejtettem, mi? Hát, legalább jól emlékeztem. Így, ezt ide lerakjuk. És akkor ugyanúgy
építésmód, és akkor rakunk le, de várjál, mert forog körbe. Rakunk le egyet. Ez hülye. Jó van. Ehhez mi kell? Ehhez is kell kör. Hű kell hozzá. Engedj ide. Mint az őrült kattingatok. Közben nem megy olyan gyorsan, mint ahogy kattingatsz. Nye. Ide. Úgy. Hello. Hogy tudom törölni? Ja jó, ez csak ennyi. Egy. Ni. Olyat akarok még. Ne, arra. Oda be. Ne oda. Ne úgy. Nem arra. Oda. Na, és akkor most jön az, hogy van a kombájnyer, és azt ide így letesszük, és akkor így két futószalagról egyszerre mennek bele a fák. Meg a kövek, meg a minden. Jó, next. Hát meg a anyád. Na várjál. Stoneból 50 kell, az most úgy látom, hogy az magától menni fog jól, de hová rakjam, hogy jó legyen? Ide. Fordulja, oda. Egy. Egyet oda. Négyet nem tudom beállítani, hogy négyet lásson. Nem, mert az még kiesik a területén kívülre. Nem baj, így rakjuk, így látja a hármat. Egy. És akkor. Conveyor. Kancsi-ancsi. Nem mondod. Gyere ide. Na, hát megoldjuk mi. Most nem baszok ki velem. Azt hitted, hogy sikerülni fog. Ezt most nagyon sok mindent nem fog megtanítani a játék, csak az, hogy kell ilyen bigyókákat lepakolni neki. Na, ide, ez itt látja azt a négyet. Csináljunk egy olyat, hogy még rakunk le egy kőfejt, vagy izét, ilyet, várjál. Rakunk. Ide. Így. Ezt berakjuk. Ide. Ne arra, úgy. Ügyes vagy. Na. Jó, meg van kavarva, mi? No. Őből amúgy ez a legviccesebb, hogy két kőbe gyókát fejt egyszerre. Ebben van még 690. Ez hozzá se nyúlt, tehát hogy úgy néz ki, hogy akkor ez új... Aha. Ezt nem tudtam. 250, 250, 80, 250. Igen. Tehát ő, amit lát egyszerre, igen, tehát még 826 követ tud majd kifejteni. Két akarn kanon kell. Na, né. Hello. Álljál meg! Rozika, hát kiengeded be. Gyere csak ide. Next. Build a bonfire. Jó. Na, és akkor ez a lényeg, hogy ezek... Azt mi kéne oda neked? Ja, hogy a izé, hogy megölni annyi ellenséget. Értem. Mert az ellenségekből kapjuk ezt a Light Essence-t. Tehát itt az a lényeg, hogy az építkezéshez csinálnunk kell a factory részt, de menet közben meg az egész egy tower defense. Tök jó, amúgy tetszik az elképzelés. Nem tudom, hogy hová fogom ugye a játék kifutni hosszú távon, de meglátjuk. Nekem tetszik ez az egész így, hogy egyszerre két játék stílust is próbálnak összeötvezni. Nem emlékszem rá, hogy van-e hasonló. Nem úgy. Hmm.
Én nem tudom azt oda berakni. Biztos, hogy nem így. Nem. Akkor add ide. Azt is. Egy. Köszi. Jó. Ú, anyám, eltévedtem. Na, és így innentől kezdve plankeket is gyártunk. Na most ezt egy kicsit meg fogjuk gyorsítani. Szerintem mindenképpen meggyorsítjuk. Tudok egy bonfire-t építeni még? Ide. Amilyen szélre csak lehet. Oda. Azaz. Ezt akartam látni. Mert akkor egy ilyet berakunk ide. Így. Így. Ezt a kettőt fel lehetett volna használni. Nem baj, nem baj. Van pénz lóvére. Van pénz lóvére, gyerekek. Így. Azt nézzük. Nem úgy. Tedd vissza. Ugye. Jó, az irányítással még úgy látom, hogy vannak gondjaim. Négy woodból lesz egy wooden plank. De úgy látom, hogy szépen visszatöltődik. Tehát, hogy most ezzel a tempóval, ahogy jön be, ez pont elég ahhoz, hogy, hogy haladjon a gyártás. Jó. Amúgy a sawmillben fogunk tudni majd gyártani wooden stake-eket is. Ahhoz majd fel kell állítanunk egy külön gyártósort. Majd meglátjuk, hogy meddig viszel minket egyáltalán a tutoriál. Most megpróbálom azt, hogy hát ha le tudom pörgetni a tutoriált úgy, hogy így első körben, és akkor a második körben meg... megjátszunk egy jót. Mert onnantól kezdve... Aha, most már ballisztát kell csinálni. És a ballisztához fog kelleni... Ja nem, ehhez csak izé kell. Hát akkor leteszünk. Jön a izéke. Ami jó. Az ott mi az a crab? Gyere ide. Meg fog halni a... Jó. Még egyet lőj bele. Azaz. Most így eltávolítottuk a élők sorából. És find the enemy fortress. Na most az a lényeg, hogy úgy fogjuk tudni a játékot befejezni, vagy akkor fejezzük be a játékot, hogyha megyünk... jó. Okay. Next. Ancient Ruin. Az a... Nem látok sehol. Egy ilyet kell keresni. Hát ez kis pálya. Nem baj. Az a lényeg, hogy akkor végeztünk a játékkal, hogyha ezt három... Most nem tudom, hogy demóban vagy... mi ez? Tutoriálban, minden miből nincs elég, kűből, nincsen kű. Zmege, nincs kű. Honnan tudnék kűt szerezni, innen? Jó, de nem tudok kőt szerezni, na? Jó, akkor kattingatok. Nem arról volt szó, hogy klikker játékot játszunk. Azt majd máskor. 25. Akkor még egyet kérek. Most már 26 van. Nem baj, nem baj. Nos, elindulunk itt ide ebbe a irányba. Kösz. Építünk ide egy ágykőfejtőt. Így. És elforgatjuk a másik oldalra. Így. És ha már ilyen szépen összegyűjtünk így együtt, akkor ezt ide beforgatjuk. Meg azt is ide beforgassuk. Ne vedd fel! Nem azt akartam. Meg akartam nézni, hogy mit csinál. 20 darab követ gyárt óránként. Vagy percenként óránként.
Ezek itt jól el vannak. Bár mondjuk lehet, hogy adunk nekik még egy tovert ide a elejére, meg egyet ide, meg egyet ide, meg egyet ide. Csak ha a játék vicces kedvében lenne, véletlenül is megpróbálna minket behúzni a csőbe. Nem tudom, mennyire vicceskedik így tutoriában. Na, most már van elég pénzünk arra, nyersanyagunk, hogy utassunk. Nem is tudom. Én úgy emlékszem, hogy itt a mi területünkön vannak ezek a... Miért vagy szemét? Mindig nincs elég kövem. Két kőfejtő van, akkor ide még rakni kéne emellé egy másikat, mi? Még elég lassú. Na jó, gyere már. Valahol itt kell lennie, szerintem. Nem látom a jelét, hogy itt lenne. Jó, gyertsünk még kőfejtőket. Ott tudja. Miért oda raktad? Mert az úgy jó. Kombányér. Egy, hadd lenjen. De akkor már így azt mondom, hogy az még így látja. Megforgassuk. Így, azt ide tudjuk. Köszi. Hadd menjen a kű. Kell a kű. Megpróbálunk egyet ide. Meg egyet ide. Fogadni mernék, hogy amúgy nem arra van. Behind your tower. Ottan! Behind vote! Light kristály. Amúgy el kellene olvasni, hogy mit ír ki a játék. Én olyan okosnak gondoltam magam. Lutty. Hi. Boom. Így van. És akkor így kaptunk egy ilyen gold coint. Na most ezek a gold coinok, golden coinok, azok upgrade-ekre használhatóak el majd. Tehát például ebből vehetünk, hogyha akarunk, egy katapultot, vagy tudunk olyat csinálni, hogy plusz 15%-kal több essence-t dobnak az ellenségek. Alapból 20-ra van korlátozva a tornyoknak a száma, és akkor így ezzel 25-re fel tudjuk növelni, majd később pedig lesz olyan, amikor 35-re tudjuk, szerintem. Tehát, hogy ez 5, meg még ez rá 10. Nem tudom, ebben nem vagyok biztos. Ez is pluszban ad még, de lehet, hogy az lesz, hogy 5, és akkor összesen 10-zel, tehát, hogy 20 és 30 a két szám, amit keresünk. Ez a saját toverünknek az életre növekszik 3-mal, vagy 6-tal, valószínű az úgy lesz a... plusz fával és kővel kezdhetünk pluszba, tehát jóval többe. Ez a beacon, ez nem tudom mi. Erről nem is látok semmit. Infót. Itt lehet majd olyat csinálni, hogy az Econ Tower-t, azt meg lehet a damage-ét növelni. Ez amúgy jól fog jönni.
Jelenleg nem látom értelmét, hogy ezt megvegyem, hanem inkább megyünk tovább. Spike Stover, na se tudom, hogy ez mit csinál. És azt sem tudom, hogy a Power Crystal Tower mit csinál. Az a lényeg, hogy mindenféleképpen szerintem játszani fogunk egyet, és ezt megpróbáljuk feloldani, hogy erősebbet tudjon támadni, aztán utána pedig ezt. Az a lényeg, hogy mindig, amikor eljutunk valahová a játékba, akkor kapunk goldot, és akkor a goldból tudunk tovább lépni. Úgyhogy szerintem itt most ez ennyi. Linket a játékhoz, vagyis legalábbis most a demóhoz találtok majd a leírásban. Aztán találkozunk a következő részben, ahol játszok is egyet a játékkal, nem csak egy ilyen tutoriált játszunk végig. És akkor... Ja jó, ott néztem, hogy mondom, az hogy néz már ki, hogy ott jönnek a fák, és nem láttam, hogy a kettő bement egymás után, mármint a másodikat nem láttam. De azt hittem, hogy mondom, a csimó fából hogy lesz azon belül kő? Na jó van. Lájkoljatok, szóljatok hozzá, ajánljatok játékokat, amiket kipróbálhatnánk. Főleg mondom, tehát nekem amúgy az alap, amit én nagyon szeretek, azok ezek a Tower Defense játékok, meg a Factory játékok. Tehát ezek a futószalagokat építünk egyik épülettől a másikig, meg stb. Stb. Aztán iratkozzatok fel, ha még nem iratkoztatok, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!